egy nézőn készítette ezeket a felvételeket szerdánkor a délután. Hiába volt igazi nyárias időjárás, a szexádi strand mégis kongott az ürességtől. A videó készítője szerint legfeljebb 40-en lehettek a medencékben és a vízpartján, a kánikula ellenére is. Ezek a fotók pedig tavaly készültek, akkor még rengetegen pihentek a nyári iskolai színidő alatt a szexuális strandon. Most nem véletlenül marad el jóval a megszokottól a látogatószám. Az én a Szexárd frakció által a fürdőt üzemeltető sportközpont élére kinevezett Malomsoki Krisztián ugyanis drasztikusan megemelte a belépőjegyek árát. Tavaly még 1500 forint volt egy felnőtt belépő, ez idénre már 2600 forint a szexárdiaknak. Még szembetűnőbb a gyerekjegyek árának alakulása, ott több mint 300 os a drágulás. Egy belépőért a tavalyi 500 helyett idén 1600 forintot kell fizetni. A szexárdiak a Facebookon is hangot adtak a strandárai miatti felháborodásuknak. Volt, aki azt kommentelte a fürdő egyik posztja alá, hogy idézem, vigyen pénzt mindenki rendesen magával, mert igencsak megemelkedtek a belépő árak. Egy másik nő pedig úgy fogalmazott, hogy ilyen árak mellett elérték, hogy ne menjek. Az 1300-1500 forint eléggé korrekt volt, de 3000 forintot a semmire kérnek el, inkább megyek máshova. A drasztikus mértékű drágulás miatt pénteken megkerestük Malomsoki Krisztiánt, de ő csak egy szűkszavú e-mailben annyit írt, hogy az áraikkal kapcsolatban minden információ megtalálható a honlapjukon. Szintén kérdéssel fordultunk az ilyen szekszárdot képviselő Zajákritához, a Város Szociális Bizottságának elnökéhez, aki a választás előtt azzal kampányolt, hogy visszaadják szekszárdot a szexárdiaknak. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol a frakciója által kinevezett malomsoki Krisztián felháborodást kiváltó áremeléséről, ám a képviselő csak annyit választ, szólt, hogy az árképzés folyamatában ő nem vett részt. Bomba Gábor a Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának, valamint az Ilyen Szexert frakciónak a vezetője pedig nem reagált a megkeresésünkre.